Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Ez lesz annak a videósorozatnak az első része, amiben fogok beszélni arról, hogy ezt a textúrát hogyan lehet elérni a Procreate-ben. Három részből fog állni a sorozat, mivel elég nagyra sikeredett sajnos az egész, úgyhogy kezdjünk is bele. Itt lehet látni magát a, a Procreate-et amin keresztül fogunk majd egy kicsit foglalkozni ezzel a tök jó um, ízes um, problematikával, illetve hát uh, megvalósítással. Itt mutatom az ecsetet, hogy milyen ecseteket lehet hozzá használni. Most én felfedeztem annak idején a True Grit uh, textúr, a um, ami, ami, egy uh, ilyen vintage, e, és hát mindenképpen egy ilyen, egy ilyen old school vonalat képvisel ebben a, ebben a rendszerben. Ecsetjei is, illetve hát a, a különböző dolgok, amiket uh, hozzá lehet vásárolni, um, szintén egyébként ilyen papír templétek, um, ezeket uh, ilyen stílusban lehet megvásárolni tőlük. Tehát nagyon sok ilyen ecsetem van, és itt most akkor megmutatom nektek, itt van például az egyik lehetőség, aztán ez egy másik kísérletezésemnek a végeredménye, a firkálásai. Ez egyébként a... Itt egy kicsit közelebbről is meg tudjátok nézni. Majd mindjárt megnyitom másként, és akkor, na most. És akkor rá tudok nagyítani nektek. Sajátságos textúrát lehet elérni. Ez konkrétan a Procreate-nek a, Procreate a ö, ecsetkészletéből használtam egy ecsetet. Itt ez már egy elkészült dolog, majd nem sokára fogok beszélni, hogy hogyan is kell Létrehozni egy ilyen grupot, amiben öm, ezeket az ecseteket használni lehet. Itt az előzőben is, meg most is lehet látni ezt a, öm, hát a True TrueGrid-nek szintén egy akkora lecsetét, ahogy a használom. <kül> Itt ez nem egy akkora lecset, ez csak egy sima. lehet látni a textúráját, ami látszik. Most ezt a, ez egy olyan kísérletesésnek az eredménye, konkrétan ez a vászon, amit most itt láthattok, hogy itt nem a, a textúra csak akkor látszik, amikor rajzolunk rá. Itt látható, hogy a Procreate melyik változatával, vagy a legfrissebb változatával dolgozom. Lehet, hogy valakinek ez is fontos. Jó, hát ö, ahogy említettem már, van ez a True great, ö, ami egy nagyon jó kis hihetetlen szép és nagyon ö, jó szem, szemcsézettségű, ö, hát digitális papírokat készítenek. Van egy ilyen külön kifejezetten erre a célra készített ö, kis ö, kitjük, vagy csomagjuk amiben ecsetek és ilyen papírtemplétek szerepelnek. Természetesen így is meg lehet oldani ezt a dolgot, de most én arról fog beszélni, hogy ez házilag hogyan működik. Ugye, hogyha megnézzük a rétegeit ennek a papírnak, akkor itt is láthatunk, láthatjuk a hasonló ö, módon való felbontást, vagy felosztást. Itt konkrétan azt mutatom, amin rajzolni kell majd. Na most a, ö, ennél a papírnál, Feketével és fehérrel lehet. Feketével törölni, vagy radírozni, fehérrel pedig, hopp, itt most egy másik réteget kell, konkrétan rá kell ugye arra a rétegre. Tehát ha fehéret választjuk, akkor gyakorlatilag feketével megjelenik feketével, tehát színeket itt nem lehet változtatni, vagy alkalmazni. Ugye ott lá jól látszik a textúrája a papírnak feketével pedig radírozni lehet. Tehát ezek a papírok, amik, amik, eleve adottak, le is írom, ha valakit érdekel, True Textur Texture Supply. Szóval ők, azt hiszem Los Angelesiek, de Ausztrál származású a grafikus, és ők készítenek ilyen ecseteket és egy csomó ilyen csomagot amivel tök jó dolgokat lehet csinálni. Ez tényleg nem a reklám helye, majd hogyha jó sok követőm lesz, majd akkor. Na szóval, szóval vannak itt ezek a lehetőségek, én már előre is gyártottam, látjátok ilyen, ilyen kis papírokat. Azzal kezdünk, hogy megnyitunk egy A4-es oldalt mondjuk, és akkor valamilyen fájt, itt ugye van paper, ilyen templétek, különböző fájlok -ok vannak, ezeket, amiket most mutatok, ezeket én fotóztam, az az alsó négy, azt pedig letöltöttem egy ingyenes tárhelyről. Hát most válasszunk egy olyan textúrát, amit én fotóztam, egy jó közeli, súrló fényben, és nagyon szép textúrát sikerült ilyen, ez egy ilyen, egy ilyen kézműves papír, szép textúrája van, mindjárt megmutatom nektek. És nyitunk még egyet, most kiválasztunk egy, mondjuk egy olyat, ami, amit megvásároltam, mondjuk legyen ez. Ez a fekvő formátumban van, ezt természetesen meg lehet forgatni. Ha valaki bizonytalan a kezében, akkor természetesen lehet úgy is, hogy fogja és így 45 fokonként megforgatja, és akkor ezt megpróbáljuk szépen beilleszteni a helyére. És akkor van egy ilyen kis papírunk, ennek mondjuk a textúrája nem olyan erőteljes, van benne ilyen szép hajtás, régies típusú, és ebben a helyzetben tökéletesen alkalmazható lesz. Na most ezeknek van gazdájuk, itt látható, megmutatom a nevét, és akkor ezzel búcsúzom a videó első részéből és nem sokára jelentkezem a következő résszel.